Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónadály Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. A sportközpont új ügyvezető igazgatójáról is egyeztettek a képviselők. Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál Pécsen. Kutatók éjszakája Bonyhádon. Számos programmal készültek a szervezők. Gondos gazda, virágos porta, átadták a díjakat Tolnán. Új pályázatot írt ki az önkormányzat, mivel a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatói pozíciójára eddig egy jelentkező sem felelt meg. Erről is határoztak a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. Téma volt még a vízi közművek fejlesztése is. Megtartott a szeptemberi rendes ülését Szekszárdváros közgyűlése. A napirendi pontok között szerepelte a Szekszárdi Sportközpont közhasznú non-profit Kft. Ügyvezető igazgatójának kinevezése. Ezzel kapcsolatban végül úgy döntöttek a képviselők, hogy kiírnak egy újabb pályázatot. Három jelentkező a sportközpont igazgatói állására. A három közül egynek a pályázata nem felelt meg a kiírási feltételeknek. Egy másik pályázó visszavonta a pályázatát, és egy pályázó maradt. Egy pályázó mellett, vagyis nem döntöttünk mellette, úgy döntöttünk, hogy akkor az egyből nem választunk egyet, hanem egy új pályázatot írunk ki. Az átmeneti időszakra pedig továbbra is Baj Attila, a Diákétkeztetési Kft. Ügyvezetője marad a sportközpont élén. A képviselők továbbá döntöttek a vízi közművek felújításáról is. A városvezetés elfogadott egy úgynevezett gördülő fejlesztési tervet, ami a hálózat folyamatos javítását foglalja magába. Ez ugye három ütemben van ez a gördülő fejlesztési terv, 15 évre szól. Az első ütem az egy éves, a következő évre, és ezt elfogadtuk, a meglevőt, viszont döntöttünk arról, ez kiegészítő döntés volt, hogy készít a város a tervével közösen egy hiba feltáró tervet, vagy térképet, egy hiba térképet, és a hiba térkép alapján, hogyha kell, akkor módosítjuk az előfeltési tervet, vagy a következőkben javasolni fogjuk, hogy ez történjen. Tehát mindenképp szeretnénk felmérni a jelenlegi helyzetet, hogy hol sürgős, és ezt rangsorolni, mit kell elsőként megcsinálni. Elhangzott továbbá, hogy legyen ismét direkt átszállás nélküli vasúti járat a Tolnai Vármegye Székhely és Budapest között. Átszállás nélküli, el is mondtam a saját példámat a közgyűlésen, hogy egy átszállásra több mint egy óra késéssel jött meg a Pécs felől érkező vonat Sárbogádra, ahol nem lehetett a vasútállomáson egy üveg vizet venni, nem volt egy italautomata, nem volt büfé, el kell sétálni a benzinkútra egy üveg vizért, úgyhogy ez szerintem nem igazán jó. Úgyhogy ahogy régen is volt, közvetlen járatokat szeretnénk, ami átszállás nélkül megy Budapestre. Jelenleg úgy tudom, hogy egy van, de egy kevés. A szeptemberi ülésen a képviselőtestület határozott még arról is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarika programhoz, ami a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait támogatja. Ehhez 6 millió forinttal járul hozzá a város. Emellett a közmeghallgatás időpontja is eldőlt, december 14-én kerül rá sor. A kormány, az ország, a nemzet és az egész társadalom közös feladata a sérült emberek támogatása, számukra a teljes értékű élet feltételeinek biztosítása, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára pénteken. Beneda Attila hangsúlyozta, a magyar kormány közismerten elkötelezett a családok mellett. Emlékeztetett, az elmúlt 13 évben a családtámogatások több mint 3,5-szeresükre növekedtek Magyarországon. Elhangzott, a magyar kormány a családokra és ezen belül a sérült emberekre is kiemelt figyelmet fordít. Tudatosan törekszik arra is, hogy az 1990-es évek előtt épült több száz fős nagy intézményeket kisebb családias létesítmények kialakítsák át, ahol a fogyatékossággal élők otthonosabb körülmények között tudnak beilleszkedni a település, valamint szűkebb környezetük közösségébe. A műszaki pálya iránt érdeklődő fiatalokat várja a Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál az ország 6 nagyvárosába. A rendezvény sorozat első állomása Pécs volt. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület feladatának tekinti a műszaki szakember utánpótlás támogatását, ezért idén 8. alkalommal rendezte meg a fesztivált. Pécsen az Expo Center adott otthont a programnak. A rendezvényen a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum középiskolái is képviseltették magukat. A pályaválasztó fesztivál ünnepi köszöntője után a nyolcadikosok lelkesen felkeresték a standokat, ahol különböző szakmákkal ismerkedhettek a Mi a pálya rendezvényen. A
technikumon gondolkozok, és azért jöttem, hogy megnézzem a szakmákat, hogy miért lehet elvégezni. És igazából később jogra szeretnék menni, vagy tovább szeretném folytatni a matekot. Szerintem nagyon hasznos, mert sok érdekes dolgot ki tudunk próbálni, ami érdekel, vagy igazából tudunk új érdeklődési kört is találni. Király Dávid a Szekszárdi Ady Endre Technikumban 5. évfolyamos tanuló érettségi utáni képzésben gépészágazaton tanul. Itt most 3D nyomtatásos technológiát mutat be társaival együtt az érdeklődő 8-osoknak. Elmagyarázzuk a 3D technológiának a működését, illetve az alkalmazási területeit, hiszen ez napjainkra már egy egyre növekvő ágazat, ami elég nagy szerepet kap az építőiparban, a gépiparban, a fegyvergyártásban, rengeteg helyen. Fontos az utánpótlás nevelés a gépészeti ágazatban, hiszen rengeteg szakember hiányzik hazánkból. A legutóbb Pécsen megrendezett Mi a pálya elnevezésű pályaválasztási fesztiválon részt vett a Tónavár megyei szakképzési centrum is. Az informatika, a műszaki technika, a rendészet területén igyekeznek megmutatni az érdekes, vonzó területeket a pályaválasztó gyerekeknek. A szoftverfejlesztő és tesztelő technikusainknak a kiállítási tárgyai azért érdekesek, mert teljes mértékben saját találmányok, tehát ezeket a gyerekek csinálták projektmunkában, és ők készítették, ők programozták, és itt ki lehet őket próbálni és meg lehet nézni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez felkelti az érdeklődését az itteni diákoknak is. A Tónavár megyei szakképzési centrum iskolái fontosnak tartják, hogy jelen legyenek minden olyan rendezvényen, ahol népszerűsíteni lehet a képzéseiket. Éppen ezért ez a találkozás nagy kihívás mindazok számára, akik a műszaki szakmák iránt vonzódnak. Úgy látjuk, hogy azok az általános iskolások, akik itt megjelennek, nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy mit szeretnének, de arra mindenképpen jó, hogy egy kicsi betekintést nyerjenek a különböző szakmákba, körbenézzenek és valamiféle motivációt kapjanak erre. Hál' Isten a mi iskolánkra azt kell, hogy mondjam, hogy nincsenek beiskolázási gondjaink, de minden lehetőséget igyekszünk kihasználni mi is, ami a pályaválasztás segíti. 8. éve rendezi meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Mi a Pálya Műszaki Fesztivált. A szervezet feladatának tekinti a műszaki szakember utánpótlás támogatását, mondta az egyesület elnöke Gerencsér Lajos. A célunk az, hogy azok a gyerekek, akik legyenek általános iskola vége, vagy középiskola vége fele, akik nem döntötték el 100%-ban, hogy milyen pályát válasszanak, kapjanak élmény alapon olyan információt, hogy jó döntést tudjanak hozni. Tehát szüksége van a cégeknek, szüksége van Magyarországnak, a kiművelt műszaki szakemberekre. A Mi a Pálya Műszaki Pályaválasztó Fesztivál című rendezvénysorozat évente több mint 10 000 fiatalnak segít a pályaorientációban. Az eseménysorozat szeptember 27-én Pécset kezdődött, november közepéig pedig heti váltásokban Szegedre, Győrbe, Miskolcra, Debrecenbe és Budapestre látogat el a pályaválasztó rócsó. A Tónavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományának tagjai tettek tiszti esküt a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóságon. Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy főigazgató október 1-i hatállyal kinevezte tűzoltó alezredessé a Tónavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományába Fleischer Tibor tűzoltó törzszászlóst. Főhadnagyként szolgált tovább Cikla Márk tűzoltó törzsőrmester, illetve Eller Gabriela tűzoltó zászlós. A dokumentumok átvételét követően a tisztek fogadalmat tettek. Számos érdekes előadás színesítette a kutatók éjszakáját Bonyhádon, ahol főként természettudományi témakörben kínáltak programokat. Számos érdekes előadás színesítette a kutatók éjszakáját Bonyhádon, ami a Völgységi Múzeumban került megrendezésre. Én arról szeretnék inkább néhány szót ejteni, hogy ebben az évben azt hiszem, hogy nem számoltam meg, de nem volt olyan hónap, amire ne jutott volna egy olyan neves rendezvénye a Völgységi Múzeumnak, amire igazán mindjárt büszkék lehetünk. Bonyhád polgármestere emlékeztetett. Az elmúlt időszakban számos olyan rendezvényt hívott életre az intézmény, amely egyrészt minőségi szabadidős elfoglaltságot jelentett az érdeklődőknek, másrészt tudományos megközelítésből is érték volt. A program résztvevőit Farkas István Gergő is köszöntötte, kiemelve, hogy ezúttal is nívós programnak adhat helyet a múzeum. Most a kutatók éjszakáján a természettudományos előadásoké a hangsúly, és 4 izgalmas előadót fogunk meghallgatni a Pécsi Tudományegyetemről.
akik változatos biológia földrajz témakörökben fognak előadásokat tartani az érdeklődőknek. A csípőszúnyogoktól Indonézián és a Szaharán át a geotermiáig számos témakör került elő az eseményen. Leszűkítettük a kört a valódi szúnyogokra, csípőszúnyogokra. Ha láttuk a Jurassic Park című filmet, talán emlékszünk még rá, amikor a borostyánba bekövesedett szúnyog potrohából kinyert vérből DNS alapján újraélesztették a dinoszauruszokat. Az intézmény következő programja is már szervezés alatt áll. Október 7-én szombaton a Múzeumok őszi fesztiváljához idén is csatlakozik a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Mindig öröm, amikor Bonyhád is csatlakozhat egy országos programsorozathoz, és szeretettel invitálok mindenkit, hogy akinek esetleg egy hétköznapi alkalom nem alkalmas, de a hétvége jó lenne, csatlakozzon hozzánk, szeretettel várjuk. A múzeum fontosnak tartja, hogy a fiataloknak is kedvezzenek, így az esemény élőben megtekinthető volt az online térben is. A Szekszárdi borvidék hírnevét is öregbíti az a kitüntető cím, amelyet Molnár András szomelier nyert el. A Szekszárdi borszakértő második helyen végzett a 26. országos szomelier versenyen. A rendkívül összetett megmérettetésen nem csak borfelismerésből vizsgáztak a versenyzők, hanem többek között számot adtak elméleti tudásukról, és összeállítottak egy teljes italsort is egy hatfogásos menühöz. A Szekszárdi Molnár András arangos eseményen nem csak a dobogós helyezést ért el, de a közönség díjat is hazavihette. Lezárult a Gondos Gazda Virágos Porta címmel hirdetett pályázat. A résztvevők a tolnai polgármesteri hivatal dísztermében vehették át elismeréseiket. A Virágos Tolnáért és Mőzsért munkacsoport elnöke azt mondja, évről évre egyre népszerűbb az akció. És az ő ajándéka pedig egy 50 ezer forintos vásárlási utalvány. Idén Széles Némex Rita vehette át az első helyezésért járó elismerést a Gondos Gazda Virágos Porta című pályázat családi ház kategóriájában. Azt mondja, nem egyszerű feladat egy szép kert fenntartása, hiszen azt minden nap ápolni kell. Én nagyon örültem neki természetesen, mert úgy láttam, hogy ugye nagyon aranyosak voltak a zsűritagok, és láttam, hogy ők is jól érezték magukat nálunk. A program nem titkolt célja Tolnaváros összképének javítása is. A zsűrizésben egyébként Mercel György helyi kertészmérnök is részt vett. Csodálatosak voltak. Ahogy mondtam az elején is, igazából az látszott, hogy mindenki gondos gazdája a kertjének, a portájának, annak a környezetének. Az, hogy kinél mennyi virág van, hogyan oszlottak meg a növények, az nyilván ízlés kérdése is. De én azt hiszem, hogy valamennyien megtették azt, amit azért az adott kertér meg lehet tenni. A Gondos Gazda Virágos Porta versenyt hosszú kihagyás után 2022-ben indította újra útjára a Virágos Tolnáért és Mőzsért munkacsoport. Az elnök hozzátette, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a programhoz, hogy megmutassák kemény munkájuk gyümölcsét. Regionális híreink következnek. Közösségi összefogással őrzik a hagyományokat. A pécsi peremkerületeket félti a területi képviselő. Kitelepült a rendőrség az egyik szupermarketbe Pécsen. Kiberbiztonsági hét az általános és középiskolások számára. Mészkőtől a bezsákolt cementig. Nyílt napot tartottak a királyegyházi üzemben. Segíteni kell a peremkerületeken élőket Pécsen, hogy meg tudják tartani helyi hagyományaikat, kultúrájukat. Ezért fontos létrehozni a Magyar Folklórházát a Baranyai Vármegye székhelyen, mondta az ÖPE politikus a csütörtökön. Berényi Zoltán szerint Hird, Somogy és Vasas közösségei a településrészek népi tradícióit kitartóan őrzik, pedig ehhez nem kapnak támogatást már 2019 óta a pécsi városvezetéstől. Helytörténeti múzeum a Pécs-Somogyi település részi önkormányzaton olvasható táblákon. Bent a kiállítótérben a népi kultúra tárgyai, mindennapi használati eszközei. Ezek a fotók pedig azt mutatják, hogy ma is fontos a hagyományápolás. Ilyen például a szüreti felvonulás Somogyban, amit szeretnek a fiatalok. Legeslegjobban ez a szüreti fesztivál, ami nagyon-nagyon tetszik neki. Ezt elmondanám, hogy ez annak idején úgy indult, hogy az én családom mindig részt vett ilyenekbe, és egy dolgozat kapcsán megelevenítettem a régieket, és úgy gondoltuk Történik Gondos Zsannával, hogy akkor csináljuk is meg. És pont a mostani évben lesz 25. éve, hogy ez újból szerveződött. De más hagyományokat, szokásokat is életben tartanak. Már óvodás korban megismertetik ezekkel a gyerekeket. Az
óvoda nagyon-nagyon sok hagyományozó programot ápol, mint például a bányásznap, családi napok, helyi kirándulások, akadályversenyek, ahol a helyi történetet megismerhetik a fiatalok és a gyerekek is, mert nem csak a gyerekeket, hanem mindig bevonjuk a szülőket, és a szülők által a falu többi ifjúságát is, hiszen egy ekkora kis településen nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a közösség összeszervezését, a közösségi szerveződést, hiszen akkor maradnak itt a településünkön a fiatalok, hogyha különböző színes programokkal megpróbáljuk őket itt tartani. Ezért lenne fontos megőrizni a hagyományokat, ápolni a helyi kultúrát a mindennapokban. Ez szolgálja a polgári oldal ehhez kapcsolódó javaslata is, mondja a terület önkormányzati képviselője. A Magyar Folklórházába a peremvidékeket is szeretnénk bekapcsolni, mert itt meggyőződésem, hogy a városban ez egy unikális érték, ami itt van. Elég csak visszagondolni például a Miénk a város vetélkedőben, ahol a három fajlú apraja nagyja olyan színes kulturális értékeket vitt be és rendezett ott kiállítást, hogy az a városban megirigyelendő. Jelenleg a pécsi önkormányzat nem támogatja ezeket a közösségi kezdeményezéseket, mondja a politikus. Lenne egy hivatott szerv, ami most ma már településrészi testület, ami ezekbe korábban adott támogatást. Sajnos 2019 óta erre egy fillér nem jut a város költségvetéséből, és ez például a szüreti felvonulásnak is a megszervezése, az a civil kurázsi, az Erika kalapol, kuncsorok, segítséget kér innen, onnan, a szülők lelkes támogatásákból jönnek össze olyan színes rendezvény, ami igazán erőn felüli megrendezés. Tehát sajnos még ennek az épületnek is a napi működtetéséhez nincs támogatás. Egyedül a rezsit fizetik a helyi történeti múzeum, illetve a Pécs-Somogyi település részi önkormányzat épületénél, mondja Berényi Zoltán. Ezért csak a közösség összefogására számíthatnak, ha meg akarják őrizni a helyi kulturális értékeiket, hagyományaikat, zárta a képviselő. Kiberbiztonsági hetet tart a rendőrség Pécsen az egyik nagy szupermarketben. Mivel az elmúlt években nagyon megnövekedett az internetes csalások száma, ezért rendszeresen adnak felvilágosítást, tájékoztatást, mire vigyázzunk, ha neten vásárolunk, vagy váratlanul ajánlatokkal keresnek fel minket az internet segítségével. Ez a QR kód kiberbiztonság témájában különböző információkat, tartalmakat, prevenciós filmeket tartalmaz. Mivel a szóróanyagok ideje kezd lejárni, ezért a rendőrség létrehozta ezt az online felületet, ahol elérhetőek a szükséges információk a kiberbűnözés megelőzése céljából. Mondta Pálfi Szabina, rendőr alezredes, a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnmegelőzési osztály munkatársa. Itt elsősorban ezek a prevenciós előadások az internetbiztonságról szólnak, a diákok jelszó használatáról, fiókok, fényképek védelméről, adathalászatról, adatvédelemről, és a prevenciós előadások mellett, melyeket ugye az alap- és középfokú iskolákban csinálunk, mellette vannak ezek a kitelepülések, lakossági kitelepülések, ahol az érdeklődőket felvilágosítjuk személyes tanácsadásként, tájékoztatjuk az online térben elkövetett elsősorban csalásokról, melyeket a sérelmükre követnek el. A tájékoztatáson arról is szó van, hogy a kiberbűnözők milyen elkövetési módszereket, eszközöket használnak. Ezekben szeretnének segíteni az alap- és középfokú oktatási intézmények diákjainak, de még a felnőtteknek is. Továbbá felhívják még a figyelmet a biztonságos digitális pénzügyek alapvető ismereteire is. Az utóbbi időben vannak jellemző csalások, hívja fel a figyelmet Pálfi Szabina, rendőr alezredes. Az első, ezek pedig a klónozott oldalak, melyek akár a bankszektort érintik, akár milyen szolgáltató szektort érintik, mint a csomagküldő szolgálatok és a többi, és általában küldenek egy linket e-mailbe, hogy vagy fizetési felszólításról, vagy telefonban SMS érkezik csomagküldő szolgálattól, hogy akkor itt és itt vegye át, vagy itt tudja nyomon követni a különböző csomagját, illetve a banki szolgáltatások vonatkozásában pedig vagy küldenek egy e-mailt, hogy akkor legyenek szívesek rálépni arra a linkre, és ott megadni az adataikat. Ez az, amit soha ne tegyünk. Ami még nagyon jellemző a csalókra, hogy felhívják telefonon az ügyfelet. Bejelentkeznek, mint banki ügyintéző, teszi hozzá a rendőr alezredes. Közlik az ügyfelekkel, hogy kettő gyanús tranzakció történt az önök számlájukról, és azért, hogy megakadályozzák ezeket a bűncselekményeket,
ezért kérik az ügyfelektől az adatokat, a folyószámlaszámokat, a bankkártya adatokat, valamint a bankkártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kódot is. Ezek a legjellemzőbbek, de hát folyamatosan nyomon kell követni a kiberbűncselekményeket, mert mindig fejlesztik a módszereiket és a különböző technikai eszközöket. A kiberbiztonsági héten az idősebb korosztály kérdőívet is kitölthet, és ezzel ajándékcsomagot is lehet nyerni. A programot a Pécsi Rendőrkapitányság szervezte, és közösen hajtják végre a Baranya vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Szeptember 27-ig tart a rendőrség kitelepülése az egyik nagy belvárosi szupermarketben. Rossz idő ellenére is közel 300-al jöttek el a Királyegyházi Cementgyár nyílt napjára, az érdeklődők megismerhették a termelés folyamatait. Az üzem vezetése szerint fontos, hogy minden érdeklődő tudja, mi folyik a gyárépületben, illetve megismerje azokat a környezetkímélő beruházásokat, elképzeléseket, amelyekkel zöldebb cementet készíthet a gyár. Kicsik és nagyok ismerkednek a Királyegyházi Cementgyár működésével ezen a felvételen. Az üzemben már évek óta fontosnak tartják, hogy megmutassák, hogyan dolgoznak itt a mindennapokban. A Holcim nyílt nap, immár 13. alkalommal kerül megrendezésre. Nekünk ez egy szintén fontos rendezvény, hogy az összes többi is, de nekünk szívügyünk, hogy mindenki tudja és lássa, hogy mi mit csinálunk itt a Királyegyházi Cementgyárban. Fontos a transzparencia, de fontos az is, hogy a jövő generációinak meg tudjuk mutatni azt, hogy miről szól a cementgyártás. Nagyon bízunk benne, hogy a gyerekek, akik jönnek, a különböző programok mellett kedvet kapnak arra, hogy mondjuk itt legyenek mérnökök, vagy dolgozók, vagy irodai kollégák, bármi, amihez tudnak kedvet kapni. Mondta az ügyvezető előzetesen a nyílt napról. Hoffmann Tamás hozzátette, hogy az összes munkafolyamatot, az irányítási rendszert láthatják ilyenkor az érdeklődők. Természetesen mindent megmutatunk, hiszen nincs semmi, amit titkolni kéne. Szervezetvezetéssel fognak körbe menni a csoportok, a kollégáim már nagyon készülnek. Közel 300 embert várunk ide. Végül a csapadékos időjárás ellenére is rekord résztvevői létszámmal több mint 200 fővel zárult a szombati nyílt nap a Királyegyházi Cementgyárban. A résztvevők egy gyalogos túra keretében bejárhatták a teljes cementgyártás folyamatát, az alapanyagok betárolásától a végtermékek, azaz a cement zsákolásáig. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon. A sportközpont új ügyvezető igazgatójáról is egyeztettek a képviselők. Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál Pécsen. Kutatók éjszakája Bonyhádon. Számos programmal készültek a szervezők. Gondos gazda, virágos porta, átadták a díjakat Tolnán. Szombaton gyenge hidegfront vonul át az ország felett, hatására mérsékelt felhősödés valószínű, vasárnap már napsütéses idő várható az évszakos átlag fölötti maximum hőmérséklettel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!